2011-ben jelent meg a magyar felsőoktatásban a duális képzés. Honnan gyűrűzött ez be Magyarországra? A németországi gyakorlatot vették át, a kecskeméti főiskolán került először bevezetésre, és itt lényegében egy kikényszerített igény, hogy a hiány szakmát szolgáló gépészmérnöki, illetve műszaki képzésben az utánpótlást biztosítani lehessen. Itt a Szent István Egyetemen is pont a műszaki irányban indult meg elsőként. 2015-ben a gépészmérnöki karon már sikerült a duális képzést bevezetni. A Szent István Egyetem mezőgazdaság és környezettudományi karán 2016. szeptemberében indul először két szakunkon, a mezőgazdasági mérnök, illetve a környezetmérnök szakon a duális képzést. Hogy mi indokolja ezt, hogy csatlakoztunk a duális képzéshez, a gyakorlatorientált képzések előtérbe kerültek. Ebben a versenyben mi mindenféleképpen elől szeretnénk haladni, és figyelembe véve a gazdasági szféra igényét is, mely az elméleti tudás mellett a gyakorlati tapasztalatnak igen nagy jelentőséget tulajdonít, mindenféleképpen fontosnak tartottuk, hogy a duális képzésbe bele csatlakozzunk. Bizonyára vannak sokan olyanok az országban, akik nem tudják, hogy mit jelent pontosan ez a duális képzés. Hát mit is jelent pontosan? A duális képzés, mint a nevében is benne van, lényegében egy elméleti képzést jelent, amely párhuzamosan folyik gyakorlati oktatással. Éppen ezért a duális képzés megvalósítása csakis együttműködő vállalati, gazdasági szféra résztvevőkkel valósítható meg, akik a gyakorlati részt, a gyakorlatorientált képzést a saját területükön, saját igényükkel kiegészítve, természetesen egyeztetve a alapegyetem egy adott szakjának követelményrendszerével közösen alakítják ki azt a tananyagot, ami mindkét fél számára, pontosabban a szak és az adott intézmény számára megfelelő. Az időbeli lebontását, ha nézzük, ez azt jelenti, hogy a duális képzés keretén belül tanuló hallgatóink 48 héten keresztül képzésen vesznek részt. Ez azt jelenti, hogy 13-13 hetes képzésben a szemeszterenként a szakmai, elméleti oktatáson, a hátralevő 22 héten keresztül pedig az adott vállalatnál, adott cégnél töltik el gyakorlati képzés formájában. A hátra maradó 4 hét pedig a szabadságnak az ideje. Hány cég csatlakozott most ehhez a képzési formához? 9 cég kötött együttműködési megállapodást a Szent István Egyetemmel, amely a duális képzésünk beindításának feltétele.